A következő napi rendi pont pedig a 18-as javaslat a Lányfalui Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2020. évi illetmény alapjának megalapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Megadnám a lehetőséget, annyit, ha megtetszik engedni. Igen, tisztelt polgármester úr, köszönöm szépen, úgyis, mint a pénzügyi bizottsággal elnöke, a pillanatnyilag távol lévő elnökasszony helyett tájékoztassam a tisztelt képviselőtestületet, hogy egyhangulag támogatta a béralap növelését, és megköszönve a hivatal munkáját képviselőtestület szavazat. Azt mondom, hogy a fedezetben az állami támogatásból megvan, tehát az állami direkt ezt a célt támogatja, úgyhogy nincs probléma ezzel. Kérem, akkor gyorsan szavazzunk a véleményt, legyünk azt mondom. Ne nyomd el! Kapcsolatban a gépedet. Az illetmény alap megszavazása. Akkor hét igen. Köszönjük szépen. Tudod, a köztisztviselő illetmény. Pedig ő nem akartam ezt mondani. Dehogy nem, majd több támogat. 19. Döntés a falugondoki tevékenység ellátását szolgáló vállalkozási szerződés megkötéséről. Itt arról van szó, hogy a falugondoki teendőket településünkön Idestova 2004 óta Molnár Ferenc vállalkozó, illetve a Dobóhely vállalkozói társaság végzi, és eljött ez a pillanat, amikor lejárt a szerződésük, és abban gondolkodik ki ott a testület, hogy mi legyen a megoldás, írjunk ki most egy közbeszerzést, vagy pedig hosszabbítsuk meg és gondoljuk át, és végül is azt döntöttük, hogy ezt a szerződést most meghosszabbítjuk fél évig, június 30-ig, a jelenlegi feltételrendszerrel, és addig a testület eldönti, hogy külön-külön a sikosításmentessel, Van olyan, hogy sikosító is, hogy gyógyszertár. Ez egy nagy kérdés, hogy eddig is. Ezzel együtt kezeljük-e, vagy pedig külön, illetve akarunk egy többbeszerzést. Jó, de most csak erről kell emlékezni, hogy hosszabbítsuk meg. Ott vagyják le a sikosságmentesítést. Hosszabbítsuk meg a június 30-ig a jelenlegi paraméterekkel, és megkérjük Petri Jánosokat, hogy képviselje ezt Molnár Ferenc fel, hogy akkor megszavaztuk azt, hogy szeretnék őt még fél évig, hogy még 4 hónapon keresztül. Még június 30-ig meghosszabbítjuk a jelenlegi szerződést. Azt hiszem, hogy az esélye. Köszönöm szépen, és támogatjuk. Jó? Kapatnék egy szót. Igen, hogy nem. Csak annyit mondom, hogy oké, ezt én abszolút támogattam, de hogyha a testületnek itt más szándékai vannak, akkor valami sürgősen el kell indítani a közbeszerzésre, mert ugye gondolom ott is felmerül, hogy akkor a közbeszerzőre is kell a 3 árajánlat. Úgyhogy ez azért nagyon tortúrás. Óvai tenni a testület. Én is, ezért mondtam olyan. Olyan átfelhajtó lenne. Ezért mondtam olyan. Nem is ennyiért csinálná, ha nem akkor. Csaba, nálam van, azt már megint. Úgyse nyomtál fel, hogy értem. De már szavaztunk. Oké, azért én csak egy úr, nem azért változtatok meg. Elnézést, ne szintem társadalom. Oké, tehát azért mondtam ezt, hogy el kell kezdeni, tehát akkor el kell dönteni együtt a kettőt, külön-külön a kettőt, honnan szerződik a közbeszerzőt, és el kell kezdeni, mert sikosság hamar itt lesz. Köszönöm. Köszönjük szépen. Elnézést kérek a polgármesterhoz, azt hittem, hogy csak társadalom. Nem, láttam, hogy szavazás után voltunk, de valóban el kell kezdeni, úgyhogy akkor én javaslom, hogy a elkövetkezendő pénzügyi bizottság ülésen akkor ezt vegyük napirendre, de hova inteném a csapatot, hogy kontoljuk ezt meg. Ez az egy hónap, egy éves dolgok ezek. Árfelhajtó. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy mindenkit utána most már, aki hozzást volt, de azért, hogy az mindenképpen jó lenne a sikosságmentesítés, ott egy ügyálló, hogy kapcsán, hogy elhangzott még össze olyan, hogy a felügyeltő nem is vállalás. Ez csak ponta. Jó, de ezt akkor kérdezzük meg egyáltalán, mert ha ő mondjuk azt mondja, hogy ő semmiképp nem akarja, akkor azért, hogy majd kérdezzük meg erről. Köszönöm.
Kapcsolt ki a gépedet, drága Pepe. Kikapcsolom, köszönöm. Nem azt, azt. Pirosan. Úgyné. Köszönjük szépen. Neked meg. Megkérdeztük ma Molnár Ferenc, vagy tegnap Molnár Ferenc vállalkozóra, hogy mit gondol erről a tevékenységről jövőben, és azt mondta, hogy igazából nem zárkozik ezelőre el, nyilvánvalóan. Csak hogy amikor ezt mondta, akkor ugye az volt, hogy elég sokan birizgálták, és akkor kicsit túl szögött, de hogy igazából, ha úgy érzi az estület, hogy szükség van az ő munkájára, akkor áll elébe, ha nem, akkor nem. Tehát nem ragaszkodik hozzá, de nem zárkozik előre, várja a testületnek a impulzusait, és ennek fogja reagálni. Jó? Oké. 20-as napirendi pont. Folytatjuk. 20. napirendi pont. Javaslat a járművek közlekedésének helyi közlatakon történő súlykorlátozásáról, valamint a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Röviden csak arról volt, hogy ezt tárgyalt a bizottság, ez a rendelet jelenleg jól az elmúlt másfél-két évben működik, ugye? Sőt, mert addig korábban nem volt ennyire leszabályozva, és akkor a jegyző úr és a Selei Tamás úr összeültek és kitalálták ezt a rendszert, abból kiindulva, hogy Tahiban és Dunabukányban ez hogy működik, ezt vettek példának, és ennek alapján alakult ki a 2019-es évi tarifarendszer, és mondhatjuk azt, hogy sikeres volt, mert azért végére több mint 2 millió forint bevételt eredményezett ez a dolog. Arról van szó, hogyha nehezebb gépjárművek érkeznek az útjainkra, mint ami lehetővé van téve. Mármint amit leszabályoztunk, ugye általában 7,5 tonna fölött vannak különböző határok. Ha ennél nehezebb gépjárművet akar behajtani, akkor neki külön meg kell váltani ezt az engedélyt, ami egy pénzbe kerül. És a pénz alapvetően arra szolgálna, hogy ebből a utakat kell, szeretnénk rendbe rakni. Az fontos, hogy ezek a engedélyek által kiadott, vagy engedélyekből, hogy összegesen lesznek elegendőek arra a kárra, amit okoznak ezek az autók. De mivel nem tudjuk megadályozni azt, hogy építkezzenek lányfalon, és hogy behajtsuk, és hogy nem lehet leszabályozni, nem mehetsenek be autókkal, így hát ez a megoldás van, hogy kényszerből beengedjük őket, kérünk tőlük pénzt, de hosszú távon ezek rongálják az útjainkat. Ugyanez volt a panasz Tahiban és Dunabukányban is, hasonló települések, hasonló gondokkal, tehát amikor beszélgettünk, mindenhol ez gond, de nincs mit tenni. Települnek ki az emberek is építkezni akarnak, és nem mondhatjuk azt, hogy vigyék fel a talajcskával a betont. És viszont az is felmerült, hogy ha már egy ilyen kényszer van rajtunk, akkor próbáljunk magasabb összeget kérni a behajtásokért, hogy így nagyobb lesz a bevételünk is. Ennek a hátulütője lehet esetlegesen az, hogy ha egy szintnél magasabbak vagyunk, akkor jobban megindul a kijátszás. Akkor azt mondják, hogy hát ha mégse kérjük el, vagy valami, tehát hogy minél drágább, annál nagyobb a veszélye ennek el fogják sumátolni. És amíg nincs közterületfejlődő, mert most megint nincsen, ugye az egy hónapos kis időszak volt, mint csak ezt ellenőrizze, így azért kevés, tehát hogy rajtunkészterűen lehet nézegetni ezt, de nincs egy állandó felügyelet. Tehát, hogy ha túl magas összeget kérünk, akkor mondhatják azt egyes vállalkozók, hogy megpróbálkoznak kijátszani ezt a rendelkezést. Viszont emelni mindenképpen meg kell próbálnunk, és mi azt gondoltuk, hogy úgy, ahogy a Tahi is egy dupláját emelte, akkor mi is minden nagy dupláját emelnénk. És ez jó lenne. És még egy dolgot csak ehhez, hogy most abban gondoljunk bele, hogy valaki mondjuk betervezett egy építkezést, mondjuk tavaly nyáron, és ezekkel az árakkal kalkulált, és most hirtelen megduplázott, számára ez is egyfajta nehézséget jelenthet, tehát hogy azért, hogy bármikor emelést nem lenne célszerű első körben megértenünk, hanem maradjunk egy ilyen reálisabb emelésnél, azt gondolom én. Ezért a duplázást javasoltuk, de volt olyan javaslat, hogy ennél magasabb szint legyen az emelés, és akkor átadnám a szót, aki ezt javasolta. Ennek a szóra. Köszönöm szépen. Én igenis meg is osztottátok ugye itt a javaslatot. Én azért is tettem, mert összehasonlítottam én is ugye a környező településeknek az árait, illetve én még hozzávettem azért Budakalászét is. Itt ugye szóba jött az, hogy mennyire tudunk, vagy van tudomásunk ezekről az építkezésekről. Itt azt szeretném, hogyha esetleg maga a hivatal ebben az ügyben lépne, tehát hogy legyen akkor tudomásunk, tehát akkor valahogy lépjünk Natoly Szentendrével kapcsolatba. Itt ugye Szlávik Róbert is megemlítette, hogy amennyiben ugye nem kérnek behajtási engedélyt, de ugye már a használatba vételi engedélyt meg ugye nekünk kell kiadni, akkor viszont szankcióval élhessünk, mert akkor ugye ez azt jelenti, hogy megkerülte
megkerült-e valójában a hivatalt, és nem kért egyetlen egy alkalommal sem behajtásséget, akkor akár egy ilyen forgatókönyvünk is legyen. Egy-kettő pedig azért, hogy mondjam, tehát szerintem az árunk tényleg jóval a szomszéd árak alatt volt eddig is. Egy-kettő, látjuk, hogy milyen módon mennek tönkre az útjaink. Látjuk, hogy mennyi, tehát hogy az elmúlt években, ugye, az elmúlt évben, ugye, jó mondjuk az a kártyúzással együtt volt 33 millió forint, de az 33 millió forint volt. Na most ez az összeg, ez össze nem jön. Tehát, hogy nekünk itt nagyon komolyan kell az útjainkat karban tartani, és ugye pont ugye ebben az évben, ugye hol voltunk kénytelenek az első fél évben megszorítást eszközölni, mondván, hogy az elmúlt években viszonylag elég sok utat rendbe hoztunk, az útfelújítás, ugye a kártyúzás. Jó, és csak arra mondom, hogy ugye az volt. Úgyhogy én itt nem lennék ennyire barát, én magasabb árat javasolni. Köszönöm. Most az elő van, az akkor csak akarom Zsuzsánat kéne reagálni. Ja, ugye az építési hatósággal kapcsolatosan, ugye a Kátai Andrát kérte meg már korábban arra, hogy próbáljon az internetes területeken hozzáférést találni, hogy ezek a bejelentett elektronikus naplók visszajelzéseit meg tudjuk-e valahogy nézni, és ő elkezdte ezt egyszer már decemberben, akkor kapott egy ilyen visszajelzés, hogy lesz-e lehetőség, aztán nem jöttek, és megint átkérdeztem, és mondta, hogy nem jöttek át. Még egyszer, tehát van egy ilyen lehetőség, de még nem alakult ki, hogy ezen a ügyfélkapus rendszeren keresztül az önkormányzati bejelentésével hozzáférjünk, tehát ez pont a tegnap előtt beszéltünk erről, akkor feltörgeti újra, azért, hogy legyen egy visszajelzésünk. Nem tudjuk, hogy lehet egy teljes mértékű, de valószínűleg valamilyen szinten hozzá lehet állni. Tehát azt megláthatnánk talán, hogy hol folynak építések adott esetben a úton. De erre a műszakos kollégának fogjuk el menni, megkeresnünk valakit és egyeztetni, tehát hogy van ennek egy hozadéka, de elkezdtük az intézkedést az ügyben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én igazából támogatom a magasabb emelést, mert tehát azt gondolom, hogy bármilyen is megemeljük, ez még mindig egy építkezés költségéhez képest ez nem lesz egy olyan nagyságrend, tehát én nem kérdem ezt, hogy valaki megszólítására rájött, hogy fel kell, ide akar építeni, és akkor azért kérdelme állt a szándékától, mert most ennyivel megemelkeztek ezek a behajtatási költségek, tehát ez egy építkezés elveszítő. Betint azért nem lesz még így se gyakorlat tétel a többihez képest. Köszönöm. Én támogatom a Zsuzsa felvetését. János. Köszönöm szépen. Csak az ellenőrzéshez kapcsolatban, hogy az nehéz a hivatalnak megtudni, hogy hol vannak építkezések, mert most egyszer nem férnek hozzá ezekhez a rendszerekhez. Ugyan a végén biztos értesítik a hivatalt, hogy kiadott ki, hogy valaki használva vételi engedélyt kapott, de utólag azt már nagyon nehéz bizonyítani, hogy ott tényleg ment föl autó, nem ment föl autó. Viszont én úgy tudom, hogy mondjuk a legnagyobb terhelést jelentő betonszállítás, vagyis a mixerek vonatkozásában, és Szentendrén, vagy itt a környéken, aki a legnagyobb betonszállító, az a Pusó, az már csak úgy adja ki a betont, hogy már rögtön értesíti a helyi hivatalt, és ami az azért is van így, mert igazából rendszámokat kell ráírni a kérelmező, és azt ők se tudják, csak az utolsó pillanatban, hogy éppen melyik autóig fog jönni. Én úgy tudom, hogy itt a hivatal meg a Pusok között ilyen interaktív kapcsolat van, tehát ilyen módon az ellenőrzés majdnem, hogy megvan oldva. Mert nem lehet sumápolni a Pusónál. Mondjuk, hogyha egy nagy rakomány téglát visznek föl, az egy más dolog, de legalább a beton vonatkozásában nem megvan volt. Köszönöm. Köszönöm, teljesen így van. Tehát Cselei Tamás mondta, hogy összeszednek a kívülső példaként, hogy például a mixer, a Pusóval semmi gond nincsen, mert ők már ezt eleve így adják. Csak úgy jöttek el, hogy ki van töltve ezt az engedélyt, tehát ebben nincsen gond. De azt is mondta, hogy volt olyan építkezés Mánkron, ahol közel fél millió forintot fizettek be behajtási engedélyre. Most ez ugye 1 millió lesz hirtelennyiben, ami nem persze, hogy nem csak mondhatjuk meg ekkorházakért, csak hogyha mondjuk ma még fél millió és holnap március 1-től már duplája, ez azért itt jelenthet gondot. Tehát azért mondtam azt, hogy
hogy ezzel csak egy kicsit óvatosabban is lehet bánni. Lehet, hogy nem érdemes, mert úgyis kifizetik, de nyilván minden építkezős ember azt mondja, hogy kalkuláltam valamit, és ha hirtelen sokkal drága lesz, akkor hogy ez a részes, akkor ez egy problémát jelenthet. Nem kell figyelembe vennünk, de csak hangozom el, hogy azért ez nem egy egyértelmű helyzet. Köszönöm. És sosem is aztán János volt, igen. Csak egyik meg nem tudom, hogy ez az 1 millió forint, hogy jött össze nekünk, ugye eddig nem volt éves díjunk. Ő fizetett be az egész év alatt fél millió forint nagyságú engedély. Nem tudom, én ugye eddig úgy volt, hogy 1 nap, 7 nap, 30 nap. Én úgy javasoltam, hogy 1 nap, 7 nap, 30 nap, és 1 év. Az 1 év az 600 ezer forint, tehát hogyha eddig 500 ezer forintot vezetett, akkor igazából jobban jelent. Apránként sok. Jó, csak arra mondom, hogy akkor lehet, hogy érdemesebb lett volna ki akár egy évre, viszont nem volt egy évre árunk. Tehát, hogy én egy sávos árat dolgoztam ott ki, ott nincsen 1 millió forint, az ott 600 ezer forint a legmagasabb. Akkor rosszul fogom, bocsánat, tehát, hogy aminek itt tavaly fél millió volt, van olyan, lehet egy olyan beruházás, ahol mondjuk a duplázás azt jelenti, hogy fél millió forinttal többbe kerül a beruházás, amit eddig. Tehát ezt akartam mondani. Nem úgy, hogy egy évig szállítanak. Hogy rosszul fogom azt? Nem volt olyan fontos. Ez csak ezt mondta, hogy abban is gondolj be, hogy valakinek lehet ez egy probléma, hogy hirtelen túl sokat emelünk, akkor ez lehet nagyságrendben egy ekkora összeg is akár. És az annyi, hogy a következő települések, ugye ott is lett átvéve tavaly, tehát nem vagyunk alatt a helyisinak, mert az lett átvéve tavaly. Az első zóna. Az első zóna, igen. Köszönöm. De ettől függetlenül fönntartottad a sorosokat, persze. Ugye szinte biztos, hogy nem lesz duplája ennek, és ugye ez, hogy milyen könnyű ezt ellenőrizni. Egy évre nem fog senki venni, 30 napra nagyon vesznek, mert nem ugyanaz a rendszámmal jön. Hát a Busóvál sok autó van, tehát egyetlen nem biztos, hogy ugyanazzal jön, és ha téglát hozza, akkor biztos nem Busóval jön. Tehát ezt szinte autóként adják ki. Nagyon kevés eset van, hogy mondjuk 3-ra legyen. És hogyan ellenőrzi? Megveszi egy napra, és mondjuk fordul 3-at. Ki ellenőrzi? Ki tudja azt megmondani? Most ki tudja, az első fuvar volt, második fuvar vagy a harmadik fuvar volt ugyan a rendszámra. Tehát ezt nagyon nehéz ellenőrizni, hogy ezzel nem jönnek-e vissza. Egy biztos, hogy az éves az egészen, és hogy nem életszerű, mert mindig másik autó van. Tehát az kizárólag egy éven keresztül ugyanaz szállítson egy építkezése, ugyanaz a rendszámban. Én azt mondom, hogy nézzük meg a felet, és térjük vissza fél évkor arra, vagyis a duplázás, és térjük vissza fél évkor arra, hogyan alakult a bevétel. Csak egy mellékszám, ugye a kamerarendszert sokszor előhoztuk, másokszor mondtuk, hogy nem kell, de ilyen esetben végig is lehet. Tudjuk, hogy van egy építkezés, és meg lehet nézni, hogy gyorsítva, mondjuk, hogyha háromszor jön, akkor látjuk. Tehát, hogy ennek van egy ilyen hozadéka is lehetne akár, ez csak egy zárójeles dolog, egy kamera alkalmazásával. Hát a 11-es után, igen, gyakorlatilag azt nem tudja kikerni, mert nincs olyan mondani. Lehet, hogyha ugyanaz jött háromszor, akkor is ott eltűnik, akkor oda ment föl. Tehát ez lehet egyfajta ilyen dolog is. Köszönöm szépen, de most még ez nem két, ez csak mondtam. Én mindenképpen azt mondanám, hogy szerintem nyugodtan megnézhetjük a magasabb árat is. Ez még mindig nagyon baráti. Tehát, hogyha nem ragaszkodom, valóban Jánosnak az indokai azok azért helytállóak, bár hogyha éppen nem a Pusó, hanem mondjuk egy bizonyos szállító, akkor az lehet, hogy intézni, hogy jön az a rendszám érkezzen ide. Tehát azért se tartom kizártnak. Én javasolnám magasabb árbevezetését. Maximum annyit mondanék, hogy ha helyi vállalkozónk van, akkor a helyi vállalkozónak viszont a kedvezményt azt szintén állapítsuk meg. Én azt ide nem értem be, mert ugye ez is felmerül, viszont erről most nem beszéltem. Tehát én a magasabb árat mondanám, az egyébként nem is szeretnétek, akkor azt ne legyen, nézzük meg, hogy a helyi vállalkozókkal mi a helyzet, illetve hogy hogyan legyen, tehát hogy legyen tudomásunk az építkezésre. És akkor valóban, ha olyan van, akkor akár szankcionáljunk. Nem jó biztos, mert a helyi vállalkozókat azt én is mutkom mondtam, de aztán belegondoltam, hogy a helyi vállalkozó milyen esetben, hogyha mondjuk a telephelye valamelyik utcában is hazajár, vagy pedig ha ő szállít. Ha ő szállít, akkor nem az ő sa lesz, hanem az építetőjét, tehát meg kell kérdezményt adnunk, mert az építető fizeti ki. És talán
olyan helyünk is, ahol nagy gépek vannak az faluban, tehát nem nagyon van olyan, ami a telephelyre hazajárni, kivéve a Molnár Ferenc vállalkozót, akkor az ő, mint falugondok átkérdezett. De ugye is adott. Igen. Úgyhogy tehát, mert a hiba ott több ilyen gép telephely van, ott az egy indokolt kitéte volt, de nálunk talán nem indokolt egy helyi vállalkozási telephon, mert hogy nincs ilyen. Jó. Ugye? Jó, nincs telephelyünk ilyen. Eleve nem is lehet. Eleve nem is lehet, tilos. Még az Orbila területen sem. Vagy területen sem. Jó. Akkor föltartod akkor a javaslatot? Én föltartom, hogyha. Akkor két javaslatunk van. Van egy emeltebb és egy mérsékeltebb. A Zsuzsájával kezdeném. Tehát ki az, aki támogatja Iker Zsuzsanna elnök úrhölgy javaslatát, arra tekintette, hogy akkor az ők a tarifáit vegyük figyelembe, a duplázásnál magasabb, itt ott magasabb árat kapta meg. És éves. És akkor nincs benne egy éves. Nincs benne éves. Aki ezt tudja támogatni, ezt kérem készletatásra jelezze. 3, 4 igen. Aki nem. 2. Akkor 4-2 ebben állunk. Köszönjük szépen. 21-es naprendi pont követ. Akkor az egész rendelet megosításában. Kis, bocsánat, és de van még egy kicsétel, az csak a hangozom el, bocsánat. Az a két tétel pedig a rendkívüli helyzet, ugye, hogy mi ez? Van benne olyan pont, amire Goldmár kérdez, akkor Goldmár korábban is az elnézésére kihagytam, és ez fontos dolog, hogy vannak olyan esetek, vagy lehetnek olyan esetek, de voltak is egyszer vagy kétszer, amikor egy külön megegyezés indokoltát teszik, tehát mondjuk, hogy például egy rendkívüli, tehát mondok egy jó példát, hogy már nálunk volt, a Szarvas, a Főz utca végén egy partfalomlás volt, ahol föl kellett járni nagy gépekkel, és ugye ahhoz, hogy ezt megoldjuk, ehhez kellett felemelés. Tehát, hogy bizonyos esetekben legyen lehetősége arra, hogy ezt a rendszert olvassam föl pontosan, hogy hangzik. Tehát lehessen egy picit a polgármesternek, hogyha itt indokban esetben mérlegelési lehetősége, hogy egyéni megállapodást kössön, és pontosan le kell szabályozni, hogy milyen célból, milyen okkal és mi az, amit ellentét. Tehát, hogy ez ne legyen egy annyira törlődésve, hogy még rendkívüli helyzetben se lehessen ettől eltérni magot. Ugye? Vagy amikor amik partfalomlás volt, nyilván is őket engedni nagy gépeket, mert muszáj volt még régen. Tehát jelenleg elfordultak, hogy a Szőlő utcában volt, ami nagyon le volt korlátozva, és akkor fogták, megbeszélték, hogy lefényképezték az utat, levideózták, hogy milyen, és a végén az egészet meg kell csinálni újra a vállalkozóknak, de ez le volt rendesen szabályozva egy szerződésben, ugye? Egy volt. Igen. Igen. Tehát ilyenre legyen lehetőség, hogyha valami extra helyzet van. De amúgy meg ezek a tarifákkal, a tarifáival fogadta a belőletet. Készletartásra kérem, érezzük ezt így. Köszönöm szépen. Hadd igen. Megköszönöm. Nincs csak ugye. 21-es. Döntés országos mentőszolgálat alapítvány kérelméről. Ebben az évben is megkeresettünk a mentőszolgálat azzal, hogy támogassuk őket, az elmúlt években is, hát mondhatjuk azt, hogy számunkra jelképes, számunkra azért ennek van egy mégis 5000 forint, tehát hogy támogattuk őket, és egy ideig költségvetésben is bele is terveztük ezt 5000 forintos támogatását a Szentendrei mentőállomásnak, hogy ezt idén is folytassuk ezt a dolgot. Nehogy Isten, hogyha szükség lesz valakinek rá, akkor az is a segítség lehet. Talán egy pont ezen múlik valakinek a helyzetben, hogy mi támogatjuk őket. És kérem, hogy támogassuk őket a forintat. Köszönöm szépen. 22-es napirendi pont. Javaslat rajzpályázat kiírására lányforon élő gyermekeknek környezet és természetvédelem témában előterjesztője pedig a kultúrásbizottság tagja, Iker Zsuzsanna képviselő asszony. Köszönöm. És amúgy bizottsági elnök is. Köszönöm szépen. Is. Köszönöm szépen, polgármester úr. Ezt egyhangúan támogattuk. Én most nagyon sok szót nem szeretnénk ezzel kapcsolatban szaporítani. Szeretnénk Solyomeszti jóvoltából ilyen tettem felülről pattant ki ez a
ez a gondolat, hogy szeretnénk, régen volt már rajzpályázat a gyerekek körében, általános gyerekeknek a körében. El is indul ugye ebben a hónapban a faluházban egy környezet és természetvédelemmel foglalkozó tematikus programsorozat. Ezt is hivatott támogatni ez a rajzpályázat. Mindenről igazából olvastatok. A nyereményekről is ugye három kategóriában lenne ugye a pályázat, tanulások, alsós és felsősök, hát itt felsős általános iskolások körében, és igazából a melyeket tényleg mindent most akar, én ezt nagyon nem kezdeném el ezt kibontani. Köszönöm. Támogatom. Igen, ezt támogatta a bizottság is, és most ezt a gyerekek tiszteltartása. Köszönjük szépen. Megint megoldultunk. 23-as napirendi pont. Mely villamosokat felállítása? Erről is volt szó már a bizottsági ülésen, a pénzügyi bizottsági ülésen. Röviden, csak aki esetleg még nem hallotta, volt egy jó ötlet, amely Szelekoszki Beátától származott. A lényeg az, hogy azt a lendvillát, amelyet már 13 éve próbálnánk felújítani bármilyen áron, most egy lehetőség nyílt arra, hogy saját tulajdonban maradva lányfaló kultúrás értékét gazdagítva felújításra kerüljön, méghozzá állami támogatással. Ez pedig a Ravasz László Emlékház és Rendezvényközpont projekt címet viseli. Az a lényege, hogy a lányfalusi helyi egyházakhoz köthető személyek és szervezetek, mint például Ravasz László református püspök úr, dr. Katona Puszta Sándor papköltő és Kőlei György papcsát, valamint a Philadelphia Diakonusz református szervezetnek a lányfalusihoz köthető hagyományait meglovagolandóan egy emlékházat hozunk létre ezeknek a személyeknek és szervezeteknek az ápolására. És ez egy olyan cél, amely elnyerte Magyarország kormányának is a támogatását, és így lehetőség nyílik arra, hogy a Klein-villát felújítsuk, a falu tulajdonában maradjon, saját kulturális céljainkra hasznosítsuk, és mégiscsak megújuljon nem csak a villa, hanem az egész kertje is, és a környék is. Erre kaptunk előjáróban 40 millió forintot. A magyar közlönyben megjelent a erről szóló tájékoztató, és ennek összegnek a tudatában most már el lehet kezdeni a tényleges munkát. A munka arról szólna, hogy létrehoznánk egy munkacsoportot, amely valamelyest flexibilis munkacsoport lenne, amelynek a célja az, hogy a következő, meglátjuk, hogy 2-3 hónapban végül is nyilvános üléseken gondolkodunk arról, hogy lehetne ezt a célt leginkább úgy felépítenünk, hogy a későbbiekben leginkább tartóvá váljon az intézmény, ami azt jelenti, hogy az lenne a szerencsés, hogy hosszú távon nem a önkormányzat költségvetését terhelni meg az emlékház működése, hanem önmagát tudná finanszírozni. Ehhez kell a lehető legjobb terveket megalkotnunk, és ehhez fog összeülni egy kis csapat, de onnantól fog ez bármikor bővülhet és bármi társulat hozzá, amennyiben nem kritikákkal, hanem megvalósító javaslatokkal fog hozzáállni. Az első alkalom az március 3-án hétfőn, második 10 órakor is találkozunk. Aki már biztos benne, az Bank Barbara, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja, aki több ilyen hasonló jellegű emlékhely létesítésében dolgozott már. A Sziget Kft. Részéről is valószínűleg Regres Dániel, vagy valaki hasonló, nem hasonló, hanem valaki hasonló profilú személy. Akkor akik már korábban, például Szálva Pál, aki korábban már foglalkozott a tervezéssel, ő is itt lesz, tehát több embert is meghívunk, és akkor ez egy, itt fogunk összegyűlni, de bárkit, akit érdekel ez a projekt alakulása, itt lehet. Videót nem szeretnénk kérni, tehát hivatalosan, de nyilvános lesz az ülés, tehát bárki csatlakozott, és akkor megindul egy közös gondolkodás. Meglátjuk, hogy ez 2 hetente kell, egy hetente, azt majd eldöntjük, és reméljük, hogy egy 2-3 hónap alatt kialakul az a terv gondolat, amit aztán majd konkrétan a konkrét tervezés, a kivitelezés tervek alkotását fogunk azt követni. És megadnám a szót Szelekoszki Beáta, ötök aztán. Igen. Örülnék, hogyha a mikrofonban sikerülne ezeket elmondani ezeket a gondolatokat. Ide fáradnál az asztalt is. Megszoknád a jobb felső. Sötő Jánosnak a mikrofonját átadjuk egy percre. Számomra is.
Igen, köszönjük szépen. Március 2-án 10 órakor akkor itt lesz Bank Barbara, Szlávik Robert, aki a műszaki részét állította az összepályázatnak, amit elfogadta. Itt lesz Szegzes Lászlóni Bibó Boltán, aki úgy szintén a szakmai részét állította össze, az Orján András, aki szintén a szakmai részét, és valóban a Texas Daniel, illetve a Sziget Kft., illetve olyan kulturális attrakciókat is ebből, ezt a kereskedelmi kulturális világot próbáljuk behozni, hogy mitől várjuk majd önfel tartalá a rendezvénytelen része. De véleményünk szerint már maga a tetőtérben kialakítandó egyház történeti részt is nagyon sok turistát, illetve egyházi embert fog megszólítani, és elég komoly bevételre számíthatunk onnan is. És ami nagyon fontos, még a kertrésze, a tereprendezés, hogy ott mit alakítsunk ki, ez a kérdés. Tehát ez, a fenti része az már biztos, már arra kaptuk a támogatást, de hogy a kertben ott milyen attrakciók legyenek, ez a fontos. És a pincében. És a pincében. És nyugodtan van kérdésre, de köszönösen már szó, Francsony János. Nem tudom, akik. Ő ugye itt elhangzott a műszaki tartalom. Én azt hiszem, hogy a testületnek lenne ebben először feladata, hogy eldöntse, hogy a világ az milyen szinten engem hozzányúlni. Akar hozzáépíteni, akar egy kis üvegházat mellé, ez is egy idével alatt van. Az előtt testületnek a véleménye az volt, hogy ezt a kubatúrát meg kell őrizni. Ezzel a... Hát akkor ez... ebben kellene állást foglalni a testületnek. Mert ugye a műszaki tartalmat én nem láttam, tehát általában ismert, hogy milyen műszaki tartalom, én nem láttam. Hova lesz lift? Mert ugye ennek ott lift is kell, tehát azért már eleve nem fog szépen kinézni, tehát... Szóval nagyon sok probléma felve, de abban állást kell foglalni a testületnek, hogy engedje ebben a épületen külső, ebben a épületen külső változtatást. És ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Én megfordítanám egy picit a szót. Itt arról van szó, hogy van egy lehetőség, és ki kell találnunk azt, hogy mit lehetne. És ha van egy elgondolás, utána behozunk a testület elé, a testület mit szól ehhez. Tehát igazából a testületnek először nem le kell határolni a lehetőséget, hanem meg kell adni a gondolkodás lehetőségét, és ha kialakul egy gondolat, utána mondhatja azt, hogy ennek árán ezt szeretném-e, vagy nem. Ha az elején azt mondjuk, hogy nem lehet hozzányúlni, akkor a gondolkodás és a lehetőséget is leszorítjuk. Tehát én azt gondolom, hogy a március 2-ai időpont a testület számára ugyanúgy nyitott, tehát bárki jöhet. Azért nem este tartjuk, mert este, ha így is tudunk terhelve, tehát ez napközben csináljuk, hogy bárki jöjjön, aki ráér, és a testület is lehet itt, és beszéljünk közösen róla, de nem szeretném, hogy azt mondom, én nem szeretném azt, hogy az elején azt mondjuk, ezt meg ezt nem lehet, és úgy gondolkodjatok, hanem azt mondom, hogy gondolkodjunk arra, hogy mit lehet, vagy mit szeretnénk, mit érdekes, és akkor a testület azt mondja, hogy hát ezt ezért nem tudom támogatni, de tehát, hogy legyenek lehetőségek fölvázolva, és én nem hiszem, hogy elején a határokat kell meghúzni, már ilyen határt, hogy nem nyugodtunk hozzá a külseihez, mert lehet, hogy a tereszt meg kell hosszabbítani, és akkor jön egy tök jó ötlet, vagy lehet az, hogy mellé rakunk valamit, de amíg nem látja a testület, hogy milyen lehetőségben gondolkodunk, és ebben mit lehet kihozni, addig ne határoljuk be szerintem ilyen szempontból. A helyi védelem az egy nagyon fontos dolog, de nem feloldhatatlan. Olyan szempontból, hogy nem egy műemlékről van szó, hanem mi tettük ezt rá. És igenis azt kérem, hogy János, teljesen rájössz, gyere el, és akkor együtt gondolkodjunk. De mindenki rakja be a saját kutfőjét, és azt mondja, hogy én ezt nem szeretném, de ezt meg szeretném. Tehát, hogy legyen egy ilyen konstruktív gondolkodás, és ne egy az, hogy ezt meg ezt nem, hanem hogy az a célunk, hogy egy 10 éven, 20 éven, 30 éven keresztül működő projekt legyen, és ehhez meg kell teremtenünk a lehető legjobb feltételrendszert, hogy meg is szépüljön az épület, és működjön is sokan, sok éven keresztül. Köszönöm szépen. Köszönöm. Elhangzottak nevek, de hát ugye ezeket a műszaki dolgokat én rábíznám az építészekre. Hát a Száva Pali neve elhangzott nagyon helyesen, mert ő, aki ugye a külső frontot megtervezte. Én a múltkor, amikor Beácska ezt fölvetette, akkor én mondtam, hogy a Quirinemőkét ismerő dolgozott vele, ugye mindenféleképpen el kéne erre hívni. És hát valóban
majd a építészmérnökök megmondják, hogy hova lehet eldugni lift, mindenképpen kell. Szerintem adott ott a Ravasz László könyvtár, apropó Ravasz László is doktor volt, bocsánatot kérek. Na, szóval oda valahol el lehet dugni a liftet, csak egy ilyen külső lift megoldás lehet. Tehát a műszaki dolgokat, az ilyeneket, azokat bízzuk az építészmérnökökre, a kultúrával kapcsolatban, a kereskedelemmel kapcsolatban, meg az ahhoz hozzáértőkre. De valóban ez egy jó dolog, hogy elindul ez a gondolkodás, és úgyis végső döntést a képviselőtestület hozza meg. Köszönöm szépen. Hogy nem műszaki tartalom lett a feladat, vagy nem műszaki, de az lett, hogy van egy, tehát az lett a Szlávik Robert által, ő azt dolgozta ki, az egyes elemekre mondjuk azt, hogy melyik mennyi összegbe kerülhet, tehát igazából nincs műszaki tartalom az egésznek, hanem egy költségbeslés, hogyha mondjuk így felújra, akkor mi mennyibe kerülne, de ezt műszakilag majd most, tehát én azt gondolom tovább is, hogy először kell az ötlet, meg azt, hogy mi lesz, és azt utána műszakilag alá lehet támasztani, és aztán engedik. Tehát, hogy most abszolút az első egy-két alkalom arról kell, hogy szóljon, hogy lássuk, hogy miben lehet, hogy miben érdemes gondolkodni egyáltalán. Mert azt mondja egy szakember nekünk, hogy van egy 100 négyzetméteres alsó helység, ezt kitöltjük vizes blokkkal, meg szociális helységekkel, és marad egy 30 négyzetméteres helyünk, abból semmit nem lehet csinálni, és onnantól fogva az egész projekt bedől. Tehát, hogy azért kell úgy gondolkodnunk, hogy mit akarunk, hogy lássuk, hogy mi kell ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, és ehhez pedig szabadon kell szárnyolni egy darabig, aztán majd lehet határolni utána a dolgokat szerintem. Viszont nagyon komolyan megvan az, hogy mire adják a támogatást. Tehát attól nem lehet elvonatkoztatni, hogy ezt mi egyháztörténeti gyűjteménynek kell, hogy alakítsuk, és ravasztászol a műszobának a felső szinten, ahogy ezt a komolyan kidolgozott műszaki leírás. De nem építészeti tervet adott be a Lobby Robi, hanem egy nagyon-nagyon komolyan Szlávik Robert, hanem egy nagyon komolyan kidolgozott költségszámítás, hogy műszakilag ezt hogy áll össze egy ilyen terv, illetve a szakmai része is nagyon komolyan össze volt állítva, tehát arra kaptuk, mert nem kaptunk volna ekkora összegű pénzt, ha nincs meg ez az egyházi gyűjtemény, Salaszlász Ermétről a plusz rendezvényközpont. Tehát ez a része, tehát ehhez nem szabad nyúlni, hanem azt, hogy miket adunk még emellé, tehát inkább úgy mondanám, hogy ezt fel tudja magát tartani. Inkább ott van az ötlet, tehát nem ott van az ötlet, hogy mi legyen benne, mert az megvan. Igen. Mikor ezt a 403 milliót hallottam, akkor majdnem felnevettem, mert hát ezek szerint ki van találva, hogy akkor most, mert ugye ahhoz, hogy valaki tudjon egy ilyen, ebben az állapotban, mert nem tudjuk, hogy mi lesz, milyen helyiségek lesznek benne, hogyan lesz, így tud mondani egy árat, hát akkor az egy zseni. Hát, tudom, hogy én nem vagyok. De mindegy, mégis ez csak egy mellé gondolat volt, de ahhoz, hogy ugye, ha ő tudott tenni egyébként, akkor van elképzelése már a küllemből, illetve hogy hozzá akar építeni, vagy ebben a kubatubárában gondolkodott csak. Nyilván van, hogyha így megbesült, hogy 403 és nem 402, vagy 402.843 forint, akkor... Láttad? Nem láttam. Na azért. Na, de akkor nincs miről beszélni. De akkor szeretné az ember látni, hogy mi a terve. Hát nem, volt egy költségbeslés, hogy nagyjából ennyi. Most arra kaptuk ezt a 40 millió forintot, hogy konkrét számok alá jól került. Tehát igazából most lesz ez a feladat, hogy megmondjuk, hogy konkrétan mennyi. Azt mondták a 400-nál az volt, hogy nagyjából ez egy 400 milliós dolog lehet, hogyha a kertre együtt és mindent beleteszünk, akkor ez nagy. És ehhez kell adni ilyen blokkokat. De az, hogy pontosan most mi lesz benne, azt most kell majd kidolgoznunk, hogy nem a szakmai részét, hanem arra, hogy melyik épület, vagy hány szoba legyen benne, hány WC, ezeket kell kidolgoznunk. A lift úgy szerepel, hogy lift 29 millió 700, mert ez egy ilyen külső lift, tehát nem az, hogy hova lesz. Ez szorzó számok, hanem arra számolt. Hogy a WC számát most mind kell tenni, akkor hogy tud valaki állni? Nem árat mondtunk, egy költségbetlés volt, de ez már elvogod, mert hülyesség elnézést kérek. Azért, hogy a miniszterelnökség közigazgatási államtitkár, amikor ott voltunk, hogy mennyi pénzt adjunk, azt mondtuk 400 millió. Azt mondta, rendben van, és ezt megtöltött a Robi. Így van, polgármester.
alapos számítású történtetes karácsony. Mondd. Tehát ebben az összegben, becsülsz 415 millió forintban, ebben a, mind a háznak egy általános szorzóban beszorzott felújítása van, illetve benne van a szakmai rész. Elképesztően sokba kerülnek azok a tárlók, azok is benne vannak, tehát benne van a ház felújítása, benne van a kert felújítása, és minden kerül a kialakítása az egyházi gyűjteménynek. Felmerültek csodálatos kincsek, amiket ide lehetne hozni, amire tehát ezek ilyen tárgyi emlékek, ott megvan adva, hogy milyen hőmérsékleten kell tárolni, ehhez egy speciális vitrin kell kialakítani. Tehát ezek is benne vannak ebben a költségben, tehát ez nem csak a házról szól és a kertről. Tehát ez azért mondom, hogy ez egy elég komolyan összeállított anyag, és most igazán mi úgy adtuk le, hogy nagy terekre számoltunk, hogy minél nagyobb tereket hagyjunk. Tehát nem választjuk a kis szobákra, hanem nagy terek, mobil falakkal, hogy több funkciónak is megfeleljen. Bocsánat, én lezárom ezt a vitát, kérdésekinek. Arról van szó, hogy elkezdődik egy gondolkodás, minden kérdésre választ fogunk kapni, nem most kell megoldanunk a dolgot, van egy keret, amiben meg kell terveznünk az épületet. Ennyi. Ide jön mindenki hétfőn, és heti rendszeresen összeülünk, és megtervezzük közösen, hogy jól legyen minden, és az egész falu jól járjon. Nem kezdem most tovább dolgozni. Jó, köszönöm az elnézést, de ezen fölösleges nervóznom most. Köszönöm. Azt kérdezhető hogy fordulni, hogy elkezdődjük a közös gondolkodás, azt kérem szavazzon. Köszönöm szépen, hogy végre. Nem okosok, jól megsértődtem. Ez a lényeg. A testület, köszönetét fejezzük ki. Megszavaztunk, Ravasz László emlékház egyház gyűjtemény és rendezvény központ létrehozása célzó beruházás előkészítési feladatának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról. Lakosság javulása érdekében a Lányfalu községi szervezetműködés leívül a munkacsoport felállításáról határoz együtt történetet. Lesz egy munkacsoport, hogy elkezdi a munkát. Köszönöm szépen. 24-es napi rendi pontra kérünk át. Szándék nyilatkozott a faluház és a majdani kávézó közötti korszerűs kosárlabda és futballhelyeként is használható közösségi tér gépesítésére vonatkozóan. Arról van szó, hogy itt van egy olyan pályák a két objektum között. Ugye most pont az a legutóbbi levélésből kaptunk egy lapot, hogy akkor mi lesz a pályával, tehát hogy azt fontos lenne, hogy az a kávézó, ha meg is épül, nem érinti azt a sportpályát, ami jelenleg kicsit lelakott állapotban van, de mégis csak sportolásra alkalmas. Fölmerült az a lehetőség, hogy mind a két egyesület, amely Lányfalon jól működik, a Szentendrei Kosárlabda Egyesület, akik itt a sportcsarnokban rendszeresen összejönnek, illetve a Lányfalusi Fotball Egyesület, mind a ketten azt mondták, hogy ha lenne egy közösségi pálya, amelyet mi szeretnénk a falu számára létesíteni, akkor ők fölajánlják azt a lehetőséget, hogy taós pénzeket gyűjtenek hozzá, és egy közös konstrukcióban egy kosár és focisták által összeszedett pénzből meg lehetne építeni egy nagyon szép, olyan nyilvános a közösség által szabadon használható pályát, amely egyrészt kiváltaná a zöld pálya utáni vágyat, ugye mert mindenki ott szeretne szaladgálni, de mégis ez egy pálya, lehet egy olyan pálya, amit bárki igénybe vehet, és akkor lenne ez egy műanyagolítású, tehát beton, rá egy műanyag felület, ez egy ilyen olyan pálya, amit igazán, hogyha nagyon indokolt, akkor föl is lehetne szedni, bár nyilván az ember nem mozgatja, de névleg mobil pálya, tehát el lehetne mozdítani, hogyha árvíz van. Kosárlabdapajákokkal, focillabda kapukkal, illetve hálóval is világítással. Ez lenne a max, amit be lehetne ebbe rakni. Nyilvánvalóan ez most egy olyan dolog, hogy pályázat benyújtására készülne a két egyesület, mindenki a saját részét, a hálót és a világítást a focisták, a kosárlabdások pedig a pályát pályáznák meg, de ennek van 30%-os önrésze, hogyha nyerünk. És ez bekértem mindegyiktől az ajánlatot, mert el is küldték nagyon rendesen. Tehát ez viszont kicsit meredeknek tűnik, mert a Diósdon épült egy hasonló sportpálya nulláról, tehát igazából betonozással és sportpályával, az bruttó 22 millió forint volt maga a pálya. Ez azt jelenti, hogy ennek az önrésze bruttó 6-7 millió forint, tehát ilyen összegbe kéne gondolkodni. De ez egy igazán, hogy volt
Az lenne a kérdés, hogy el tudjátok azt képzelni, hogy amennyiben ez a két egyesület nyer a TAU-s pályázatokon is lehetőséget kapunk, akkor a 21-es költségvetésben ennek valamennyi részét, ha meg nem mindent a 22-esből kipótolva, tehát nagyságrendileg egy 6-7, akár 8 millió forintot, ha oda kerülünk, rá tudnánk-e szállni erre a pályára, vagy nem, ahhoz, hogy ez egy nagyon szép pálya legyen. Ez az egyik lehetőség. A másik, hogy ebben nem megyünk bele, hanem megpróbáljuk lehet, hogy sokkal fel ennyiért tudjuk betonozni, és akkor van egy betonpályánk. Tehát, hogy kérdés az, hogy látok ebben a fantáziát, mind a két szervezet szívesen pályázik, nem biztos, hogy nyernek, és ha nyernek, akkor sem biztos, ezt nem kell elfogadnunk. De hogyha nyernek és szeretnék, akkor ebből ki lehet hozni egy nagyon szép pályát, aminek lenyelző a része. De ezt lehet azt mondani, hogy egy év alatt akarjuk, lehet azt, hogy két év alatt akarjuk ezt megcsinálni. Hogy én azt mondtam nekik, hogy pályáznak meg, és meglátjuk akkor, hogyha oda kerülünk, hogy akarjuk, hogy nem, bármikor vissza lehet mondani büntetés nélkül. Hogy ebben láttok-e fantáziát, hogy őket támogassuk ebben, vagy ők ezt amit akarnak, vagy pedig mondjuk azt, hogy nekünk sose lesz 8 millió forintunk semmiképpen, és inkább akkor ne is kezdjünk bele. De ez is lehet, de én szerintem lássuk meg, hogy mennyi az annyi, és akkor utána dönthetünk még. De kérlek a javaslatokat. Köszönöm. Tehát én szerintem, pláne, hogyha nincs semmi veszteni valónk, akkor megyük azt, hogy várjunk bele. Mondjuk az igaz, hozzáteszem, hogy mi 3 millió forintról beszéltünk még egy hónappal ezelőtt, és azért ez a 7-8 millió azért elég húzós összeg, pláne, hogy közel majdnem a háromszorosáról beszélünk, hogyha már 8-nál vagyunk. Ez egy kicsit soknak tartom, de hogyha nincsen veszteni valónk, akkor tényleg döntsük el a szándékunatkozatról, kezdenek el pályázni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Azt is, hogy ebben az évben mi lesz, hiszen azért tudjuk, hogy azért nekünk sokkal fontosabb kötelezettségeink vannak, lásd boldogtányai zebra, tehát hogyha most a zebra is ha most kellene választanom, hogy zebra, vagy pedig kosárpálya, azt mondom, hogy zebra, és nem a kosárpálya, az várhat, de ilyen feltételekkel szerintem várjunk benne, aztán meglátjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót. Teljes mértékben egyetértek elnök asszonya. Én még megtudanám a rendőrautóval is, olyan is. De ez is nagyon, a közbiztonság számára, de nagyon fontos az, hogy ott az a terület rendezve legyen. Tehát semmiféleképpen összeget ne írjunk be. Én úgy tudnám megszavazni, hogy a költség a 2021. évi költségvetésben az önrész elejéig. Ne írjuk még 30%-ot sem, mert lehet, hogy változik a kiírás. Én nem akarom, hogy abba azért, hogy a kristály szórakozott, ugye a 842 milliós beruházás ugye a TAU pénzből a termálfürdőbe, és az önkormányzat 40 milliós önrészt vállalt akkor, ha és amennyiben megvalósul a beruházás, tehát utólag kellett volna ezt a 40 milliót a 842 millióhoz. És az volt, hogy én eladósítottam az önkormányzatot, és hogy a János kifizette azt is, és még pénz is maradt. Aztán közben meg se valósult semmi. Szóval nem akarom, hogy kitett magad ilyenek, mert hülyék mindig vannak. De így, ha összeg nélkül és hiszen, az a önrész elejé. És nem is kell 21-et sem, mert azt most mondhatjuk, hogy ezt két év alatt szeretnénk megcsinálni, tehát lehet az, hogy első évben csak bebetonozzuk, és a következőben vállaljuk be ezt. És ennek azért jött az elő, mert hogy a műfüves pályára már korábban is volt igény. Ja. Igen, az korábban is volt műfüves pálya, csak a műfüves pálya az egy funkciót lát el, focizni lehet rajta. Ez a burkolat viszont alkalmas arra, hogy kosárlabdázzanak rajta, röplabdázzanak rajta, tengózzanak, és focizanak is, tehát szinte bármelyik ilyen közösségi családi sportra alkalmas, és bármelyik család lemehetne, és aki éppen kap helyet, akkor ott egy palán dobálnak, tehát hogy ez egy ilyen, tényleg egy szabadidő teretté válhatna ezzel a burkolattal, még egy műfüves pálya tényleg csak a focizásra alkalmas. Hát igen, és bocsánat, csak annyit polgármester, hogy ezt nem akarom élni, csak azt emlékezzel, azért vettettük el, mert azt nem lehet felszedni, és ráadásul nem is vállaltak rá garanciát, hogyha az árvíz elvisz, hiszen ez 40 millió lett volna, emlékszel arra? Ezt azért vetett el az önkormányzat annak idején. Köszönöm. Én azt javaslom, hogy ide a korszerű útban, bocsánat, na, hogyha a korszerű után tegyünk le azt, hogy közszélú. Jó, abszolút. Igen.
Képső testület kínvágya azon... A képviselőtestület kinyilvánítja azon szándékát, mely szerint a faluház és a majdani kávézó közötti önkormányzati ingatlanon 2654 helyes szám a Lányfusi Sportegyesülettel és a Szentelejkos Alba Sportegyesülettel együttműködve egy korszerű, közcélú, közösség által szabadon használható kosárlabda és futballpályaként is használható közösségi teret kíván létrehozni. A képviselőtestület 2021. illetve 22. évi költségvetésében az ő rész erejéig vállalja, hogy a két szervezet tagozatának ő részét megtéríti. Jó? És ezt meg direkt mondták, hogy ez nem kötelez minket, mert ezt sokan vannak, hogy bevállalják, aztán visszamondják, mert hogy nem. Tehát ez egy lehetőség, ők vállalják azt, hogy pályáznak, ez nem egy kis munka, tehát ezt a két, mind a két szervezet teszi. A kosarasok mondták, hogy ők nem is jönnek sose szabad téret, abszolút teljesen elfog, csak közösségi célok miatt, mert nekik elég a csarnok. A focisták mondták, hogy ők persze szívesen jönnek focizni, hogyha lehet, de hogy ők is azért hozzák ezt létre, mert hogy nem mondják azt, hogy nem tesznek a közösségét, mert tövé ki a pálya, akkor ezt azért hozzák létre, hogy akkor a lányfősségek szabadon tudják majd kultúrát módon úszni a focizni. Jó? Akkor így ezt elfogadtuk. Köszönöm szépen. 25-ös naprendi pont. Döntés a javaslattevő testületben delegálható helyi önkormányzati képviselő személyéről. Ez itt az emlékérem kapcsán merült föl. Mert most már a díszpolgár. Most már a díszpolgár, sőt a lányfalui ifjú tehetség kapcsán is. És ugye a rendeletek szerint a polgármester, a lányfalui díszpolgárai és azok benne vannak, és kell a testület által kijelölt személy is, és erre kell javaslatot tenni, és mivel azt gondolom, mivel Nyíri Csaba képviselő úr nagyon támogatta ezt a díszpolgári projektet, én azt gondolom, hogy őt kérném fel erre a feladatra, hogy akkor legyen a testület által delegáltak ezekben a bizottságokban. Hogyha ezt elhagyjuk meg, akkor kérdezést. Megfejezem magam, ha a testületben beszabad. Akkor kérem a testületet, el tudja fogadni, hogy Nyíri Csaba lesz a személy, aki részt vesz ezekben a bizottságokban. Köszönöm szépen. Én tartozom. Én szavaztam én is. Köszönöm. Én tartozom. Köszönjük szépen. 2020 évi szabadsága ütemezésének jogai. Megkérem Ruszkanyán, tehát a polgármester szabadságát ütemezés, ugye törvényi kötelezettség, hogy nekünk erről kell mutatni azt, hogy a polgármester mikor lesz a szabadságon, és akkor megkérem azt arra a polgármesterot, hogy terjessze a testület elének. Minden évben ezt el kell fogadni a testületnek, tulajdonképpen el kell fogadni a minden évben a testületnek, és ugye mindig a igazgatási szünet szokott benne lenni, illetve András ugye most érthető okokból az április elejét vette vele. Én azt hiszem, hogy ezzel nincs senkinek semmiféle kifogása. Ez a szabadság szám, ez kevesebb, mint a tényleges szabadság, de ez mindig is így volt. És úgyhogy én azt javaslom a testületet, hogy fogadja el ebben a vonatot, hogy így a szabadság dolgát. Most az a kérdésem, hogy mivel nem sokára édesapa leszel, és az édesapákat megilleti még plusz egy hét szabadság, vagy kettő, nem tudom. Egy hónap, nem? Nem tudom, hogy ilyenkor... Hát azért csak 5 napot írt ki április 6-ig. Nem, de az pluszban illeti. Tudom, azért mondom, azért csak 5 napot írt akkor ki. Jó, én csak azt akartam mondani, hogy itt valóban a 23 az jóval kevesebb, mint amennyi korodnál fogva járnak. De a lényeg, hogy te most édesapa leszel, tehát hogy nem tudom, hogy ez most itt nagyon ilyen szolidan vettétek, de amennyiben ez belefér, akkor... Én azt is javaslom, hogy azért azzal az időszakkal érjel, mert ez nagyon fontos lenne. Köszönöm. Köszönöm. De itt ugye az van, hogy ezek a csomópontok, eltökötnek, hogy kivettek még egy-két napot, hogyha úgy hozzá a sors, csak valami történik, csak hogy ezek lesznek a nagyobb tervezetek. Egybefüggően. Tulajdonképpen ez mindig így volt, ez sose volt teljesen lefedve a teljes eltöltött napszám nálam se, úgyhogy ez mindig így volt. Természetesen, amikor elmegy, én azt gondolom, a testület nem fog akarát görbíteni, hogy valami közlemény is, hogy valahol el kell menni a szabadságra, hogy máskor is elmehessen. Nem csak egy János nem volt, nem tudtam az előző testületen, amit hogy nem lehet. Jó, de az a... Jó, de...
nagypapára nem gyártott. Na jó, jó. Hát én nem hiszem, hogy gondolom, mert ez a fő hosszabb időszak, a többit az, ami jár, azt nyilván nem fogja kapni. Kérem, hogy a testület fogadja ezt. Igen. Ezt én is köszönöm. Így van, ez van. Na, igen. 25-es tájékoztató a képső testület 2020. január 30. ülésének határozatainak végrehajtásáról. Előterjesztő Boszman János alpolgármester. Szabad egy ügyrendét kérdezni. Igen, igen. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tekintettel arra, hogy itt maratoni ülésünk van, ismerünk mindent, szerintem le van írva, megismerkedtünk. Kérem az alpolgármester urat, hogy csak azokat ismertesse, amik nem valósultak, meg nem teljesítettük. Úgy tudom, olyan nincs, ha pedig van egy vagy kettő, igen, akkor arról azt ismertesse, és utána szavazzuk. Köszönöm. Na, ebből a szempontból nem vizsgáltam. De akkor nem mondom, hadd engedjen meg azt, hogy még egy dolog van. Ez a boxterem dolog, itt vagyunk csúszásban. Nem boxterem, hanem mozgásszerűen beruházásnak a területén. Itt arról volt szó, hogy azt vállaltuk, hogy február 29-ig megegyezünk az érintett féllel, de nem történt meg. Igazából holnap fog kimenni a két szakemberünk megnézni a helyszínt, és akkor csinálunk egy saját értékbecslést a beruházásról, és utána ezzel fogjuk megkeresni a Balogh Team Egyesületet, és akkor így fogunk leülni velük. Tehát igazából sajnos nem tudtuk végrehajtani az ígérvényünket, nem is került az egy hónapban, ugye elég sok minden volt költségvetés, és most csináljuk, úgyhogy én remélem, hogy rövid csúszással, de mindenképpen beszámolunk. És utána nyilván ez a testületre kell majd kerülni, hogyha megvan a tényleges megegyezés lehetősége, akkor ezt levő tájékoztatjuk a testületet, de ugye nyilván ezt egyrészt a strandon keresztül kell majd végezni, földvezetőn keresztül, úgyhogy ez egy ilyen nehezebb dolog, de itt van, egyértelműen csúszásban vagyunk, de holnap ebben előre fogunk lépni. Bocsánat, azt. Igen. Azt lehet tudni, hogy a mai nap akkor mi volt ez a mozgás, amit bejelentettek a lakosok? Köszönöm szépen, mi kimentünk utána, amikor szóltál, kimentünk az alpolgármesterrel és a Kártai Andi műszaki vezetőbe, és be volt zárva az autó, és nem volt semmi történés. Ott voltak kint az itongeremek, meg azok a téglad, amik ott voltak már régóta is. És a bentről, amikor elvittek dolgokat, az még ugye február 10-ig vitték el a belső, hát ezeket a belső tárgyakat, amik nem tartoztak bele a falakhoz, tehát a falakhoz nem nyúltak, ablakok meg voltak, még meg kín a téglák is, és nem látunk mozgást akkor. Akkor köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Már van itt még, ami ugye folyamatban van, adótartozóknak a listája márciusban fog megjelenni, benne van, és akkor van még egy ugye, amiről ma beszéltünk, a Zordilának a bekervezett munkáinak az is folyamatban van, mondhatjuk tudja ez a kettő. Uh-huh. Jó? És akkor, ha nem kívánja a testület, hogy a törvényeket, akkor javaslom elfogadást a beszámolót. Azzal, hogy a maga az anyag az fönt van a felőterjesztések között, tehát már eddig is lehetett olvasni, aztán is lehetett olvasni, tehát bárki hozzáférhet, ha most nem is mondtuk el szóról szóra, de bár akit érdekel erről az előterjesztések 21. napirendi pontjában megtalálható ez az előterjesztés. Aki el tudja fogadni ezt a írásban már nagyon szépen kifejtett dolgot, azt kérem most jelezze. Köszönjük szépen. No, és akkor van... Van valakinek egyede? Igen, nagyon jó. Csak azt szeretném. Akkor egyébként megkapcsolatok. Csak azt szeretném mondani, hogy a Kemping utcában, pont annál, aki csak előtt folyik a víz, már kerteket elütött, de már kértette. Itt is folyik a víz, a valamoség előtt, úgyhogy nagyon sok víz elfolyik, az is már kértette. Köszönöm a szót, Cserei Tamás hétfő mindenkettőt jelezte új, tehát egyiket aztán korábban, ezt a valamoséget én mondtam neki vasárnap este láttam, és akkor a hétfőn mindenkettőt jelentette a vízműveknek,
mondták, hogy megcsinálják. Szentül fogadták, hogy meg lesz csinálva ez a... De holnap megint szólnak rájuk a biztonságot, hogy... Nagyon folyik, most már ott a Pityújékhoz befolyik, ott a másik házal befolyik. Az a Csavályék előtt, igaz? Jó. Másnap, másnap van egy Vett Miklós képviselő úr. Köszönöm szépen. Jó. Most jó. Köszönöm szépen. Csak én szeretném mondani, hogy a Boldogtoni és Zebra kapcsán március 10-én megy polgármester úrral Zsolt polgármester úr szentelődére, és csak azt szeretném, hogyha a képviselőtársaimnak esetleg bárki eszébe jut olyan téma, ami Szentendre lehető közös ügyel, vagy kéne róla beszélnünk, akkor akár polgármesternek, akár nekem küldje majd, hogy ezeket is fel tudjuk ott sorolni. Köszönöm. Mikor mentek? Március 10. Akkor még egy, ez pont a Jánosnak szól. Ugye a kerékpáros híd kapcsán volt egy folyamatban lévő ügy. Ugye Révész Máriusnak egyszer sikerült beszélni a titkárságával, akkor visszahívást ígértek, de közben Krakó Ákos úr adott segítő kezet, ő is beszélt Révész Máriusz úrral, és abban maradtak, hogy vagy ezen a héten, vagy jövő héten mindenképpen fogad minket a Sajtó Sándor képviselő, vagy a polgármester úrral. Tehát én bízom benne, hogy akkor jövő héten össze fog jönni ez a Révész Máriusszal való találkozás, amelyben azt fogjuk kifejteni, hogy mindenképpen ragaszkodnánk ennek a kerékpárútnak a vagy kibővítéséhez, vagy felújításához, illetve megépültéhez, és erről fogunk tárgyalni, ezt fogjuk képviselni. Mi aztán ebből lesz valami, vagy nem, de mindenképpen megyünk hozzá, és ezt képviseljük. Igen, parancsoljunk. Csak annyit nem akarok, hogy akkor a Szentendrei, nem tudom, hogy kivel tárgyaltok, a Euróba előtt is esetleg föl lehetne vetni, hogy egy közös álláspont, vagy ha egyáltalán lehet velük egy közös álláspontot kialakítani. Hát Fülöp Zsolt polgármester úrral fogunk beszélni, hát nyilván mondjuk neki, de azért nekik más elképzelésük van az egész kerékpárról, mint nekünk. Ezért kéne maradni. Inkább én azt mondom, hogy a Sajtos úrral, meg is a Bogdánnyal fogjuk képviselni egységesen ezt a vonalat jobban, mint vele, de ezt fogjuk, ahol lehet, azt mindenképpen képviseljük. És akkor még egy jegyző, hogy nagyon fontos. Nagyon fontos pedig, amit a jegyzőszöny mondott. Igen, a Magyar Falu pályázatról, köszönöm szépen. Megjelent a Magyar Falu pályázat legújabb kiírása, amely orvosi rendelők, orvosi műszerek témakörében jelent meg, és számunk ez azért kedvező, mert hogy pont ebben gondolkodtunk, mert az orvosi rendelők, illetve gyermekorvosi rendelő kibővítésében, és azt gondoltuk jegyzőasszonya, hogy több elképzelés is volt múltkor is, és az idő sürget, hogy mit szólnátok, hogyha jövő héten egy lehetőséget teremtenék arra, hogy erről döntsünk, vagy legalábbis elinduljunk egyik irányba. Tehát mondjuk a jövő héten valamelyik este lenne egy rövidebb találkozó, amelynek témája a orvosi rendelők is a bölcsőde viszonya, és ebben kéne egy időpontot találnunk, és hogy van esetleg ebben. Kisán Ildikó külsős tagként azt mondta, hogy ha ő befolyásolta minket, ő neki a kedves te lenne a legjobb, de ez csak azért, mert vele beszéltünk másügyben délelőtt. Csütörtök péntek este már jó, de csütörtök nem, mert a tasit viszem tudom kilitébe a triangat. A kedd? Ez az jó nekem. A kedd este? Nekem nem jó, de... Fogadórán van, 5-től 6-ig, 6 óra után jó. Akkor jó, hát akkor minden 28-hoz hétfő. Nekem az egész jövő hét eléggé. Miklós, hétfőn a hétfő este az a kultúrás. Igen. Azt igen, de a kedvesztőt jó. Akkor legfeljebb én nem vagyok itt, ha... Ha megmondják, hogy mire van szüksége, ugye egyszer használatos nem lehet, hát megmondja, hogy ide jönni az asszony, és akkor azt tájékoztatnak minket. Mindenképpen, nem tudom, miről van szó, hogy igen. Tehát az eszközpályázaton tavaly ugye nyertünk a két felnőtt háziorvosnak, 3 millió forintot lehetett pályázni, és akkor volt egy ígéretünk, hogy idén, ha újra kinyírják a pályázatot, akkor a gyermekorvos és a fogorvos lesz, aki igényelhet, és másfél millió forint értékű eszközre beszéltem mind a kettőjükkel, nagyon örültek neki, tudva azt, hogy bármi elnyerő pályázati forrásból az az önkormányzat tulajdonába kerül, de nyilván át lesz nekik adva használatba, ki fogják meríteni mind a ketten ezt. Tehát eszközben nem kell gondolkodni.
amin kell gondolkodni, az egy olyan lehetőség, mondjam ezt a maximálisan igényelhető összeg 125 millió forint, de ehhez azt kell, hogy legalább három funkciót adjunk, egészségügyi funkciót ennek, most nem így fogalmas, csak már fáradt vagyok ennek a komplexumnak, tehát minimum, vagyis lehet gondolkodni házfelnőtt, házi orvosban, fogorvosban, gyerekorvosban és védőnőben, tehát már mi, hogyha egy komplett egészségügyi kapacitást valahová kiviszünk, megvalósítunk, akkor az összigényelhető összeg a 125 millió forint. A feltételeknek abszolút megfelelünk, viszont április végén, azt hiszem 26-án legkésőbb be kell nyújtani a pályázatot konkrét tervekkel, költségbecsléssel, és lehetőleg árajánlattal. De nagyon szorít az idő, azért mondta polgármester, hogy minden hamar az. Köszönöm csak én. Maradjon ez a kert. Csak neked a kert az, hogy volt? Nekem 6 órától, mert fogadórán van. Elsőket. Nem szükséges a hivatal dolgozóinak a részvétele, tehát hogy nem kellett akik közni. Megnézheti mindenki a felhívást. Tehát akkor kezdve 6-kor, ki az, aki tudja elnöket 6 órát? Kimaradnak a dolgozók. Jó, akkor meghirdetjük a külsősöknek is, és akkor akinek van kedve társulunk hozzá. Jó? 6-kor. És akkor azt mindig nem kérjük nyilvánosra, mert az egy ilyen gondolkodás lesz csak egyszerűen. János, elnézést, kizárunk ebből a gondolkodásból is még. Tehát, hogy ez csak egy ilyen... Milyen gondolkodás? Tehát, hogy nem lesz kamera azon a kedvesdén, hanem beszélgetünk arról, hogy milyen lehetőségeit van. Jó. Kikapcsoljuk. Köszönjük szépen. Kitartást is köszönjük mindenkinek. Köszönjük mindenkinek. Jó, de akkor